Na hely, cső! Na, eszembe jutott valami, ez kifejezetten ilyen erhat specifikus szituáció, amit így próbálok, és mindegy, tök mindegy, az a lényeg, hogy erhatta kapcsolatban akarok beszélni, tehát Rainbow Six Siege a gyengébe kedvér, illetve a laikusok kedvér. Ja, és kifejezetten nem a prosz színről beszélek, tehát nem az a banda, meg brigáda. Erre ezt letörlöm, mert az ocsmányul néz ki. Szóval nem az a brigád, ez a lila zacska, ez mennyire OP ott. Na, tehát nem, ez nem az az emberek, tehát nem azoknak a szól. Csak egy meglátás. Szóval az van, hogy azt vettem észre, és ez jó lesz, mert biztos, hogy beindítom megint a dislike nyomkodást, mert imádom, élvezem. Tehát, azért az meg darázs. Na, húget. Tehát, általában, ha megnézel egy ilyen rainbow-s brigádot, van egy fregger a legtöbb csapatban, tehát nem mindenki lő jól, hogy ezt tudjuk, sőt, tehát igazából a jól lövő nagy többsége, amikben én sem tartozom bele, tehát azért is próbálok inkább szupportkodni, de mindegy, nem is ez a lényeg, tehát minden csapatban 5-6 fős brigádban van egy jól lövő, 2-3 közepes, és a maradék az alja. És akkor ebben még eloszlik úgy is, hogy ugye pályaismeret, meg térkép, meg infózás, ez már megint más dolog. Tehát ugye szerintem az eleve dob az embereken, ha jól infózol. Tehát lehet, hogy nem lősz ötöt, de el tudod mondani azt, hogy ki hol merre jár, vagy honnan jön, vagy ilyenek. Mindegy. Na most, általában az egy darab fregger húzza az egész bandát. És igazából a rankokról szeretnék beszélni, mert ezt nagyon fontosnak látom, hogy nekem most ebben a szezonban nincs rankom, egyébként mindig ez a silver teteje, gold alja, mindegy, nem is érdekes, nem versenyzem, élvezetből játszom, szerintem ezt nagyjából tudják az emberek, meg hát nincs is időm versenyszintűen csinálni itt bármit, mert hogy, na mindegy, szóval a lényeg, hogy felbusztoltatod magad, tehát ne lepődjél meg, mert amúgy egyébként nem te oldod meg a lövéseid 90%-át, illetve lehet, hogy még infózni is elfelejtesz, vagy nem lövöd ki a kamerákat, mert hát minek meg. Meg ilyen apróságokat nem csinálsz, amik ugye azért még lehet, hogy fontosak. És félted a kis hülye rankodat, és az el szeretném mondani, hogy hogyha felbusztoltak, akkor csak kiszopatod magad azzal, hogy ott van, hogy plat. Tehát izzadás az egész. Tehát nem, nincs értelme. Tehát ott vagy, és nem lövöd azt. És hogyha nincs ott a fregger, meg nincs ott az, aki téged oda boostolt, akkor nem tudsz lőni, és milyen furcsa, meg meglepő, nem megy. Tehát azt kell csinálni, és ugye arányában minél magasabb a szintje valakinek, plusz kurva magas a rankja, az azt jelenti, hogy állandóan olyan enemit sorsol be, bazd meg, akik természetesen jól tudnak lőni, jól infóznak, jól játszanak. Ha premédként játszok, akkor meg főleg. Tehát bazd meg, esküszöm, azért jöttem erre rá, vagy azt látom, hogy mostanában elkezdtem játszani, hát mondjuk a szintjük is alacsony a srácoknak, de most ez nem is lényeg, hanem az van, hogy ilyen bronz, meg kopper, meg ilyenek. És hülye, hát 8-10 olyan fregen van, hogy beszarok, meg szóval úgy lövök, meg úgy megy a játék, mint hogyha elhiszem magam, mintha elhinném magamról konkrétan, hogy mit a tudnék lőni. Tehát én szerintem úgy kell játszani, hogyha tudod magadról azt, hogy te nem vagy az a full plat, meg nem tudom micsoda, akkor igenis boostoltasd föl magad, mert ezzel semmi probléma nincsen. Viszont utána megvan úgyis a plat, tehát megvan a csibi, vagy a charm, tehát utána már nem kell, hanem lúzold vissza magad arra gold és silver környékére, és élvezni fogod a játékot, és nem lesz agyalás, meg mindenféle ilyen-olyan, amolyan fasságok. De hát ez csak az én véleményem természetesen, és ugye mivel, hogy én egy unpro vagyok, úgyhogy valószínűleg az én szavam az lófasz nem ér, de hidd el, hogy attól, hogy megvan a plat, nem kell izzadni folyamat, meg ilyenek, jó? Na, ez volt a... ide majd leteszek mindent alulra, és az Insta, a Twitch, meg minden fasságot leraktam megint. Jöhetnek a dislike-ok egyébként, meg az észrevételeket a várom, hát ha valakinek úgyis eszébe jut valami fasság ezzel kapcsolatban. Aztán vigyázzatok magatokra, csókolok, babám, sziasztok!